Pécsett született, aztán Budapestre került a család, szülei mérnöknek szánták, egy időben papnak készült, míg 1952-ben a szemináriumot fel nem oszlatták, mesélte Bőzsöny Ferenc az Egri Csillagszalomban. Mindig vonzott a Mindszenty bíboros, szeretett volna vele találkozni. Először egy különös, szenvedélyes beszédét hallgatta meg, majd később Mindszenty bérmálta Bőzsönyt. 1956 nyarán kezdett el dolgozni a rádióban, néhány hónap múlva októberben átélte a rádió ostromát, majd azt, hogy a rádió a parlamentben működött. Itt az ideiglenes stúdióban november 3-án este ő konferálta föl Mindszenty herceg prímás beszédét. Nincs véletlen, én voltam a beosztott sárga csörű férfi bemondó, amikor a bíboros megérkezett. Tildi Zoltán kísérte, nem tudom, ki volt az a civil úr, aki itt volt ismeretlen, illetve ismeretlen volt számomra is, és egy idősebb pap, aki ott titkárkodott mellette, dr. Turcsányi Egon, azok benn is ültek a beszédje alatt. Ez egy ilyen berendezett parlamenti szoba volt. Az Egri Csillagszalonban Habis László polgármester is köszöntötte a 84 éves Bőzsöny Ferencet. Azt mondta, számára ő a rádiós orgánuma, műveltsége, magyar nyelvtudása miatt. A 20. század egyik legfontosabb rádiós személyiségének nevezte.